Köszöntöm a nézőket! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják február 14-én, hétfőn este 7 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. A Sátoralja újhelyi bizottságok tárgyalták a város költségvetését, kedden testületi ülés lesz. Eddig 11 jelölő szervezet kérte az aláírás gyűjtő íveket. Ünnepi szenátusi ülés keretében vették át első ízben a diplomáikat a Tokaj-Hegyalja Egyetem keresztféléves hallgatói. Sátoralja újhelyi város önkormányzata képviselő testülete több bizottsága is rendkívüli ülést tartott ma. Minden bizottság tárgyalta az önkormányzat 2022. évi költségvetését, mely majd a keddi február 15-i testületi ülésen fő téma lesz. Emellett több, a város érintő fontos kérdésben is születtek javaslatok. Hétfő reggel már érkeztek a Sátoralja újhelyi város önkormányzat képviselő testületének bizottsági tagjai a városházára, megtárgyalni a várost érintő fontos kérdéseket. A legfontosabb kérdéskör, melyet a bizottságok tárgyaltak, az Sátoralja újhelyi város önkormányzatának 2022. évi költségvetése volt. Emellett a Városüzemeltetési Bizottság 3 napi rendi pontot tárgyalt a mai nap folyamán. A február fontos hónap abban a tekintetből, hogy ilyenkor kerül elfogadásra a jövő évi költségvetés. Ez volt az első legfontosabb napi rendi pontunk. Konszenzus alakult ki, illetve megtudtuk, hogy a költséghatékony tervezéssel fordultak a tervezés folyamán az intézményeink, úgyhogy ennek megfelelően fogunk neki menni a 22-es évnek, illetve ami több vitát eredményezett, az egy bizottság hatáskörbe tartozó, folyamatosan mindig a kereszttáblák és a parkolás és a különböző ilyen témák. Ebben volt némileg vita, de aztán egyességre jutottunk, ebben döntöttünk a bizottsági ülése folyamán. Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság két napi rendi pontot tárgyalt. A Sátoralja újhelyi hegy közturizmusáért egyesület 2021. évi munkájának beszámolója és az egyesület 2022-es költségvetési tervei is szóba kerültek. Azt tudjuk mondani, hogy a 2020-as évhez képest kevesebb veszteségük volt. Tudjuk, hogy milyen helyzet volt Magyarországon a tavalyi éven. Ez nagyban befolyásolta, valamint itt még az is közrejátszott, akár hogyha csak gondolunk a kalandparkban működő bolt kapcsán, hogy a kalandpark bizonyos elemei a múlt éven már nem működtek, ezért kevesebb forgalmat tudott lebonyolítani, és ez lecsapódott a boltnak a forgalmában is. A 2022-es évre 26 millió nagyságrendben tervezik a költségvetésüket. Én reményeim szerint a 22-es év már egy konszolidáltabb év lesz, és tudják teljesíteni, illetve már valamennyi plusz bevételt is tudnak realizálni. A Nevelési, Ifjúsági, Civil, Sportügyi és Közművelődési Bizottság két napi rendi pontot tárgyalt, mondta el Szőnyi István, a bizottság elnöke. A 2022-es évi költségvetésről szavaztunk első napi rendi pontban, amelyet 5 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazat mellett támogatott a bizottság. A második napi rendi pontunk pedig az iskolai körzethatárok, amit egyhangúan megszavazott a bizottság, tehát eszerint fogják a gyerekeket felvenni. A rendkívüli bizottsági ülések oka a keddi, azaz február 15-i testületi ülés, melyen többek között a város önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről is döntenek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-ös számú egyéni választókerületben a 2022-es április 3-ai választásokon a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján 73.569 állampolgár élhet majd szavazati jogával. A közel 7 hét múlva esedékes voksolás előtt a jelölő pártok és szervezetek képviseletében a választókerületi központban Sátoralja újhelyen szombaton már át is vehették az érintettek az aláírás gyűjtő íveket. Továbbra is 500 érvényes ajánlásra van szüksége a jelöltnek ahhoz, hogy hivatalosan és országgyűlési képviselő jelölt lehessen. Eddig összesen 11 jelölő szervezet kérte ezeket az íveket.
Már szombaton 8 órakor több jelölő szervezet képviselője is megérkezett Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-ös számú egyéni választókerületi központjába, Sátoraljaújhelybe, annak érdekében, hogy átvegyék azokat az íveket, amelyeken egészen február 25-éig gyűjthetik támogatóik aláírását az érvényes induláshoz. Február 25-én 16 óráig van lehetőség az aláírások gyűjtésére, eddig kell 500 érvényes aláírást összegyűjteni azzal, hogy valaki jelölt lehessen az országgyűlési választásokon. Amint behozta az ajánlóíveket, ellenőrzésre kerülnek az iroda által, informatikai rendszeren leellenőrizzük, hogy akik az ajánlásokat tették, azok választójogosultsággal rendelkeznek-e, itt laknak-e az olvi területén, illetve érvényesen töltötték-e ki az ajánlóíveket. Amennyiben 501-et elérnek, akkor lehet róla szó, hogy az OEVB elé kerüljenek egy előterjesztéssel, és a bizottság pedig dönt arról, hogy nyilvántartásba veszi-e vagy nem. Az ívek leellenőrzésére 3 nap áll rendelkezésre. Amennyiben mindent rendben találnak, a bizottság határozatot hoz arról, hogy a jelölt hivatalosan is országgyűlési képviselőjelölt lesz. Amennyiben a bizottság nyilvántartásba veszi a képviselőt, még 3 nap van a fellebbezésre, tehát a bizottság döntését követően a 3. napon 16 óra 1 perckor kerül nyilvántartásba a jelölt, és onnantól kezdve mondhatni azt, hogy a országgyűlési választásokon ebben a körzetben jelöltként indulhat. Az aláírásgyűjtés kapcsán fontos adatokat kell az állampolgároknak megadniuk. A ajánló íven meg kell adnia az ajánlónak a nevét, meg kell adnia a személyi számát, lakcímét is alá kell írnia. Azt nagyon fontos tudni, hogy egy állampolgár több jelöltet is támogathat, viszont egy jelöltet csak egyszer. Hogyha többször támogat egy jelöltet, természetesen az első lesz érvényes, a többi az érvénytelen, de arra van lehetőség, hogy egy állampolgár több jelöltet is támogasson az aláírásával, hogy indulhasson a képviselői választáson. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-ös számú választókerületében a 98 településen élők adhatják majd le szavazataikat. Család és nyugdíjas védelem. Ennek egyében Orbán Viktor miniszterelnök még tavaly egy olyan programot jelentett be, amelyet a koronavírus járvány enyhítésére állítottak össze. Már ez is tartalmazta, hogy idén februárban a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat. Ez esetben is a postai kifizetés napokkal korábban történt meg, de a folyószámlákra is megérkeztek már az összegek. Voltak, akik félretették, és voltak, akik bevásároltak a hétvégén. A múlt héten pénteken ugyanis már a folyószámlákra történő kiutalással is megkapták az érintettek a 13. havi nyugdíjat. Orbán Viktor miniszterelnök 2021. novemberében jelentette be, hogy a nyugdíjasoknak novemberben kifizetett 80 ezer forintos nyugdíjprémiuma után 2022-ben nem csak a 13. havi nyugdíj második részlete, hanem a teljes 13. havi nyugdíj megérkezett. Ez országosan februárban 2,5 millió nyugdíjast és nyugdíjszerű ellátásban részesülőt érintett, köztük sok abaúji és zempléni polgárt is. Ezt már dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő mondta híradónknak. A Fidesz-KDNP megbecsüli a nyugdíjasokat, hiszen ők is részt vettek hazánk felépítésében. Éppen ezért a kormány tavaly döntött arról, hogy nem csak a nyugdíjprémium, de a 13. havi nyugdíj visszavezetése is megvalósul. Itt, Abaújban és Zemplénben is nagyon fontos, hogy a nyugdíjasokat megbecsüljük, ezért örültünk neki, hogy a 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellé a teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja a kormány idén februárban. A nyugdíjak esetében is a postai kézbesítés már február 9-én elindult, a banki átutalás pedig február 12-től kezdődött. Így az érintetteknek 2 havi összeg érkezett a számlájukra. Ők voltak az elmúlt 30-40 évben, akik építették és fejlesztették térségünket. Nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt vagyunk, itt lehetünk, és átadták a stafétát a mi generációnknak. Ezért nagyon fontos, hogy megbecsüljük őket. Nagyon sokszor tanácsaikkal, kritikájukkal is építik a térséget, és segítik az én munkámat is. Nagyon fontos, hogy tartsuk velük a kapcsolatot, hiszen ők nagyon
fontos részei a társadalmunknak, mindennapjainknak. Februárban így az SZIA visszatérítése, a 13. havi nyugdíj kifizetése és a 25 év alattiak adómentes fizetése is megvalósult, tette hozzá a képviselő. Ünnepi szenátusi ülés keretében vették át első ízben a diplomáikat a Tokaj Hegyalja Egyetem keresztféléves hallgatói. Ez egy újabb mérföldkő lett a tavaly alapított egyetem életében. Az ünnepség keretében új keresztféléves hallgatók eskütételére is sor került, és címzetes egyetemi docensi címet kapott az intézmény 4 oktatója. Történelmi jelentőségű volt a térség számára, hogy Sárospatakon az egykori tanítóképző főiskola alapjain az átszervezések, a fenntartó és anyaintézmény váltások után önálló egyetemi rangot kapott. Tavaly szeptemberben indult be a képzés az augusztus 1-jével alapított intézményben. A létrejött Tokajhegyalja Egyetem újabb mérföldkőhöz érkezett el, ugyanis először vehették kézbe diplomáikat az új felsőoktatási intézmény végzősei egy ünnepi szenátusi ülés keretei között. Különös jelentőségű esemény egy fél éve alakult egyetem esetében, hogy rögtön diplomaosztót szervezhet az első fél év lezárásakor, és ez annak köszönhető, hogy olyan hallgatókat is átvettünk a jogelőd EGRI egyetemről, akik a tanulmányaiknak utolsó szakaszában jártak, és a szakdolgozatot ebben az előttünk eltelt fél évben írták meg. Ők azok, akik az első végzős hallgatói lettek, mind a szülészborász szakon, mind a tanító és óvodapedagógus szakon ennek az egyetemnek. Az ünnepség részeként az egyetem új keresztféléves hallgatóinak fogadalomtételét is megtartották. Az új intézmény elődjétől átvett keresztfélévesek kapták meg okleveleiket összesen 2 kar hallgatói. Összességében 5 szőlészborász és 3 további pedagógus jelölt hallgató jutott el az államvizsgáig, és a diploma átvétele, vagy csak igazolás átvétele, az értelemszerűen ez ismert a magyar felsőoktatásban a nyelvvizsgabizonyítványtól függ, így adtuk át nekik a tanulmányokat igazoló okiratot. Az ilyen ünnepi alkalmak kiváló lehetőséget adnak a címzetes egyetemi docensi címek ünnepélyes átadására is. Alkonyi László, Demeter Zoltán, Samuel Tinon és Szent Irmai László vették át azokat ez alkalommal, professzor dr. Bolvári Takács Gábor rektortól. Az új egyetem folytatja a már másfél évszázados múltra visszatekintő pedagógus képzést és a borászathoz, turizmushoz kötődő képzéseket nyújt. Így a 2022-23-as tanévre is várja az érdeklődő fiatalokat. A napokban van a határideje annak, hogy a 8-os diákok eldöntsék, hogy mit szeretnének tanulni a következő években. A Sátoraljaújhelyi iskolák több képzést biztosítanak, így a tanulók számos lehetőség közül is választhatnak. A Sátoraljaújhelyi Georgikon görög-katolikus mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, szakképzőiskola és kollégium is várja a végzős diákokat, ahol a messzebbről érkezőknek ingyenes kollégiumi ellátást adnak. A héten még van lehetőség a 8-os diákoknak választani, hogy melyik iskolában szeretnének tovább tanulni. A Sátoraljaújhelyi Georgikon görög-katolikus mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, szakképzőiskola és kollégium is várja a pályakezdő diákokat. Az iskola a mezőgazdaságban, élelmiszeripari ágazatban és turizmus vendéglátásban indítja folyamatos képzéseit, így a diákok több ágazat közül választhatnak. Olyan szakmákat tudunk adni vagy ajánlani, amelynek van jövője, olyan szakmákat tudunk ajánlani, amelyeknek az elvégzése után itt a környéken tud, vagy akár az egész országban is, de már itt a környéken is, és nem kell elköltöznie messzire, tud munkát vállalni. Tehát én azt gondolom, hogy keresett szakmák, kifejezetten mondjuk, hogyha mezőgazdaságot nézzük, a szőlészborászat, ami hát itt nyilvánvalóan Tokajhegyalján egy különösen fontos ágazat, és azt gondolom, hogy ennek nagy hagyományai vannak, intézményünkben ezt már 150 éve oktatjuk, és nagyon-nagyon sok diák került ki a kezeink közül, akik később ebben nagyon nagy karriert futottak be. A térségünkben a leginkább fejlődő ágazat a turizmus vendéglátás. Panziós fogadósokat képzünk, akik majd később ez tavaly kezdődött el, tehát most csak 9-es panziós fogadósaink vannak, ez az idén indult be, de jövőre is szeretnénk beiskolázni ebben a szakmában is diákokat, hiszen a környékbeli leendő, megnyitó szállodák és egyéb más szálláshelyek tudják ezeket a szakmabelieket fölvenni. Aztán vannak cukrászaink, akiket szintén úgy képezünk ki, hogy a lehető legjobb szakemberek legyenek itt a környékbeli vendéglátóhelyeken. A messzebbről érkező tanulók kollégiumi férőhelyet kapnak, így nem kell minden nap több órát utazniuk. A kollégium ingyenes a diákoknak, tette hozzá az iskola igazgatója. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban.
A Sátoralja újhelyi bizottságok tárgyalták a város költségvetését, kedden testületi ülés lesz. Eddig 11 jelölő szervezet kérte az aláírás gyűjtő íveket. Ünnepi szenátusi ülés keretében vették át első ízben a diplomáikat a Tokaj-Hegyalja Egyetem keresztféléves hallgatói. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 7 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!